Ha valaki itt meglátja ezt a helyszínt, nem gondolja, hogy itt az év természetfotója elkészülhet. Mindenki azt gondolja, hogy milyen gyönyörű helyen kell csinálni, és bebizonyítottam, hogy mégsem. Daróczi Csaba természetfotós azt a helyszínt mutatta meg stábunknak a Soltvad kerti büdöstónál, ahol az év természetfotója született. A képet nézve valóban komoly munkája van Csabának a képben, nem is akármilyen szerkezetet kellett ehhez építeni. A természetjáró fotós azonban nem mindig dolgozik ennyire körülményes technikával. Elsősorban én az élményeket keresem, tehát nem is a képet, hanem a kép kapcsán olyan élményeket szeretnék szerezni a természetben, amit utána megörökítek. És az a kettő összekapcsolódik, tehát hogy egy nagyon jó élmény és egy nagyon jó kép születik, hát az a legjobb érzés. Úgyhogy inkább az élményeket vadászom, és utána a kép az gyakorlatilag melléktermék. Szeretem inkább a naturképeket, tehát az embertőmentes képeket, de nyilván egy természetfotósnak van felelőssége is a természeti környezetek a megóvásáért, illetve a szemlélet formálásért, és ha én olyan képet látok, ami az ember és a természet kapcsolatát bemutatja, akkor természetesen megcsinálom, mert szerintem fontosnak érzem. Szerencse vagy felkészülés, mi kell a jó természetfotóhoz? Daróczi Csaba erre a kérdésre is megadta az exakt választ. A legjobb kép szerintem az, amiben van egy kis szerencsefaktor. Tehát igazából az emeli egy képet a jóknál még jobb fölé, amiben egy megismételhetetlen szerencsés pillanat van. És igazából csak úgy tudja az ember, hogy sokat van kint terepen, és alkalmat ad, illetve lehetőséget ad a szerencsének, hogy rátaláljon. Én is ezekre utazom. Kétféle módszerrel fotózom, tehát egyszer, amikor kimegyek a pusztába, és akkor találok, amit találok, és nagyon sokszor ugye a szerencsére bízom magam. Illetve ezen kóborlások közben van, amikor meglátok egy olyan szituációt, amit ott nem tudok lefotózni, de előkészítés után viszont igen. És akkor ez az évtermészetfotója, ez a halas kép is így készült, hogy itt megláttam, hogy rengeteg kis hal van ebben a csatornában, ebben a tó részben, és hát elkezdtem agyalni, hogy lehetne ebből képet készíteni, és hát sok-sok előkészítés és megfigyelés és tapasztalat kísérletezés után készült el végül. Csaba folyamatosan keresi az új témákat. A fotós elmondta, nem pihen, minden nap jár most is ki a természetbe, és az új szereplője egy egér család, akiknek az éjszakai életét igyekszik megörökíteni.